Orbán Viktor arra számít, hogy a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus járvány miatti különleges felhatalmazást. A miniszterelnök erről Belgrádban beszélt, ahol a szerb államfővel találkozott. Orbán Viktor hozzátette, a különleges jogrend adott lehetőséget a kormánynak arra, hogy meghozza a járvány miatti nehéz döntéseket. Ahogy fogalmazott, a különleges felhatalmazás visszaadása után mindenkinek adunk egy esélyt, hogy elnézést kérjen Magyarországtól az igaztalan vádak. A szabályokat betartva könnyök érintéssel köszöntötte egymást Belgrádban Orbán Viktor miniszterelnök és Alekszandár Vučić szerb elnök. A járvány kitörése óta többször is egyeztettek már. Soha korábban ilyen sűrűn nem konzultáltunk egymással, kicseréltük a tapasztalatainkat, és igyekeztünk egymást segíteni. A magyar kormányfő arról beszélt, most kezdődik a járvány elleni küzdelem második csatája, amelynek fontos része a gazdaság újraindítása. Úgy látom, hogy mind a két ország az első csatát megnyerte, mert mind Szerbiában, mind Magyarországon a járvány sikerült megfékezni. Most egy második csata kezdődik, és ebben a csatában kell egymást bátorítanunk. Ez a gazdaság újraindítása és a gazdaság teljesítményének a növelése. Orbán Viktor kiemelte, tavaly rekordot döntött a két ország közötti kereskedelmi forgalom, gyorsuló fázisba lépett a Budapest-Belgrád vasútvonal beruházása, és közös gázvezeték építés is várható. Nyugaton akadozott, a keleti működött, a közép-európai pedig megerősített bennünket. Ezt mondta a miniszterelnök arra a kérdésre, hogy mennyire működött a járvánnyal kapcsolatos nemzetközi együttműködés. Úgy fogalmazott, az Európai Unióra a világjárvány kitörésekor egyetlen tagállam sem számíthatott. Kínával viszont sikerült Magyarországnak felépítenie egy légihidat, amelyen 120 járattal érkeztek egészségügyi felszerelések. Alekszandár Vučić köszönetet mondott Magyarországnak, hogy a veszélyhelyzetben is segítséget nyújtott. Ez most egy jó alkalom arra, hogy megháláljuk a támogatást, amit a koronavírus miatt kialakult helyzetben kaptunk, különös tekintettel a védőfelszerelések és az orvosi segédeszközök beszerzésére, fogalmazott a szerb elnök. A tájékoztatón kérdésre válaszolva Orbán Viktor azt mondta, arra számít, hogy a kormány május végén vissza tudja adni a parlamentnek a koronavírus járvány miatti különleges felhatalmazást. A miniszterelnök kiemelte, a rendkívüli jogrend adott lehetőséget a kormánynak arra, hogy meghozza a járvány miatti nehéz döntéseket. Valamikor május végén ezt a különleges felhatalmazást, amit kaptam, ezt vissza tudjuk adni a parlamentnek. És amikor ez megtörténik, akkor mindenkinek adunk egy esélyt, hogy elnézést kérjen Magyarországtól az igaztalan vádakért, amelyekkel bennünket illettek az elmúlt hónapokban. Sikeresen védtük meg a hazánkat, bármely országgal összehasonlítható teljesítményünk, demokratikus keretek között tettük ezt meg, és a felhatalmazás után a szokásos parlamentális rend kereteihez vissza fogunk térni. Orbán Viktor hozzátette, Magyarország bebizonyította, hogy az Európai Uniós bírálatoknak nem volt alapja, ezért az ezzel kapcsolatos vitákból Magyarország erkölcsileg és lelkileg megerősödve fog kikerülni a következő hetekben.